Kisebb tömeg várta a tiszavasvári fürdőben az új élménymedence üzembe helyezését. Az éles tesztüzemben ugyan még senki sem mehetett be a változtatható magasságú hullámok előállítására képes új látványosságba. Utána viszont a kicsik és nagyok is tapasztalatot gyűjthettek a medence vízmélységéről és hőmérsékletéről. A kiváló minőségű gyógyvíz miatt sok vendég évek óta visszajár a kisváros strandjára. Itt van a nyaralónk a Vasvári strand közelébe. Már jó ideje itt nyaralunk tavasztól őszig, és olyan jó, és örülünk itt mindannyian, hogy itt megépült a strand, fejleszték. Én fiatal korom óta csak láttam, hogy milyen volt, és most, hogy milyen lett. A strand gyors fejlesztését a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a hullámmedence szombati avatásán. Vinnai Győző elmondta, a víz minősége nem marad el a környező nagy fürdőkéitől, az üzemeltetők saját erőből fejlesztenek, van pancsoló és tanmedence, rendelkezésre áll a gyógyrészleg, valamint figyelmet fordítanak a vendégek elégedettségére is. Hangsúlyozta azt is, hogy a strandban nagy fejlesztési potenciál van. Magyarországon a belföldi turizmus dinamikusan fejlődik. Ha a vendégészakák számát nézem, talán ez lehet majd a következő lépcső itt Tiszavasváriban is, hogy egy szállodát kell majd építeni, hogy a szálláshelyek bővüljenek, de maga a strand a gyógyvízzel, a most átadott hullámmedencével, amely azt mondhatom, hogy itt ebben a térségben, Tiszavasváriban még nem volt ilyen, de ebben a térségben sem nagyon láttuk ilyet. A mostani üzemeltető 2013-ban vette át a strand működtetését, azóta meg négyszereződött a vendégek száma. Az első évben kialakították az alapinfrastruktúrát, majd a medencék építése kezdődött el, a hosszú távú beruházás pedig a terület rendezésével ért véget. Az elmúlt években több 100 millió forintot fordítottak a strand fejlesztésére, a legutóbbi beruházásuk pedig ez a hullámmedence volt. Maga a hullámmedence is 100 milliós nagyságrend volt. Gyakorlatilag ezt próbáljuk egyrészt pályázati pénzekkel is. Volt két kisebb támogatásunk, egyik az élménymedencére, másik a tanmedencére, de gyakorlatilag maradjunk annyiba, hogy ilyen 100 milliós nagyságrendekben fejlesztettünk az elmúlt 4 évben. Tavaly mintegy 76 ezer vendéget fogadott a tiszavasvári strand, amelyet a városon és a szűkebb térségen kívül egyre többen megismernek. Az üzemeltető reményei szerint az új medencékkel és a kedvező időjárással idén akár új látogatói csúcsot is dönthet a fürdőhely.